meg is érkezett már hozzánk Kurucné Lovas Júlia, aki a Bible Puppets bábműhelynek az alapítója. Nagy szeretettel köszöntünk. Szervusztok! Hát hoztam magammal néhány bábot, hogyha gondoljátok, bemutatom őket. Hát ő a legfontosabb, Jézus. Hát ő az összes példabeszédnek a, ugyebár a főszereplője. Felnőtt kézre való a báb, de felső tagozatos gyerekek már nyugodtan használhatják. Akkor esetleg felpróbálhatom? Hogyne. Kivesztük a tartóját, és akkor... Ez hittantanároknak nagyon jó eszköz lehet, igaz? Hát természetesen nekik készülnek, akár iskolai hitoktatáshoz, akár plébánián használható, de még akár otthon családok is tudnak vele bábozni. Még Jézus báb nem volt a kezemen. Hogyan jött Kevesen. Egyáltalán az ötlet, hogy bibliai történetekből valósítsál meg bábokat? Hát nagyon fontos, hogy a legkisebbek is megismerjenek sok-sok példabeszédet, amit ők be tudnak fogadni természetesen. Hát nem a szenvedés történetre gondolok, de Mária és Márta történetét, vagy Zakeust, vagy a csodálatos halfogást ők maguk is el tudják bábozni, vagy hát a legkisebbeknek mondjuk a felső tagozatosok. Úgyhogy hát fontos, hogy színes legyen a hitoktatás, nem pedig 4.-5. órában már tényleg néha a gyerekek sajnálja, az ember padban ülnek, és alig bírják a szemüket nyitva tartani. Sokan vagyunk már, akik ezen dolgozunk, hogy minél többféle módszerrel valósuljon meg a hitoktatás, és minél színesebb és élményszerűbb legyen. És akkor jól értem, hogy akkor ebbe a gyerekek is be vannak vonva, tehát ők maguk is átváltozhatnak olyan szereplőkké. Így van, igen. Vagy pedig vannak új bábjaink, amik a legkisebbeknek való, báránykák, nyuszik, ők is észrevői lehetnek. Mindenki be tud állni. Hogyne, igen. Kik vannak még a kosaradban, mert látom, hogy a Biblia nő alakjait is magaddal hoztad. Igen, hát őket már említettem, Mária és Márta. Kevés kezem van, de azért mutatom őket. Hát az egyikük ugyebár szorgoskodik, főz, takarít, a másikuk pedig hallgatja. És melyikük melyik? Vagy itt mind a ketten rózsaszínben, pirosban vannak? Ki milyennek hát képzeli Elkata? Itt van, nincs negatív, meg pozitív szereplő. Én inkább őt képzelném a piros ruhát, piros ruhásat Máriának. Igen. Akkor hát eltalálta. Hát amelyik szorgoskodót játsza, ő a Márta. Aki pedig Jézus lábához kucorodik, ő a Mária. Úgyhogy hát ennek is lehet, hogy a legmélyebb üzenetét még a kicsit nem értik meg, de nem baj, hogyha már ismerik, és később egy későbbi életszakaszban pedig leesik nekik, hogy mit is mondott ez. És akkor ezek esetleg valamilyen módon megrendelhetők, vagy téged lehet elhívni, ezeket bemutatni? Hogy ne, hát én készítem őket, és hitoktaták, játsszák. Hoztam magammal a szórólapot, hogyha nem tilos, ez a biblepuppets.hu oldalon rendelhető meg, vagy pedig a keresztényjátékok.hu. Ő a barátnőm, ő hitoktató, hogy sokféle egyéb módszerrel is dolgozik, de az ő honlapján is elérhetőek a bábok. Hogyan készülnek? Beszéljünk egy kicsit a praktikusságról, mert nagyon finom vonásaik vannak, remélem, hogy a kedves nézők is látják, hogy nagyon pirinyú orruk van. És de még a profiuk is tényleg nagyon szép. Finomat, én azt tudnám mondani. Jézus például kék gyöngy szemet kapott, nagyon szép a hajuk is. Hogyan varrod őket, vagy hogyan álmodod meg egyáltalán, hogy most akkor Jézus kék szemű legyen például? Hát ezzel lehet vitatkozni, hogy Jézus vajon milyen szemű és milyen szakállú volt. Hát kívánságra elkészítem őket. Van, aki rendelt, kimondottan fekete hajú és fekete szakállú Jézust. Hát én igyekszem utána nézni, hogy de hát erre vonatkozóan nincsen adat. Nagyon sok rajta a kézi munka, hát igen. De amikor nagy megrendelésem van, akkor segít nekem egy megváltozott munkaképességűekből álló csapat a gépi varrásban, mert van, hogy feltorlódnak a megrendelések, és akkor nem győzöm egyedül. Hol találkozhatunk velük? Vannak-e már olyan hitoktatók, akik például alkalmazzák, vagy használják ezeket a bábokat? Hát egyre többen vannak. A hitoktatói felügyelőség kiírt egy pályázatot, és 30 nyertese volt, tehát 30 készlet már van valahol az országban, meg azóta még vagy 20, úgyhogy egyre több helyen, igen, Budapest szerte, tehát az Esztergom Budapesti Egyházmegyében már sok bábkészlet van, de most jöttek oda a standhoz. Keresztény óvodák, iskolák,
kedves nővérek, úgyhogy remélem, hogy népszerűsödni fog. Itt három alakot bár bemutattunk, de van egy negyedik, egy kockás ruhában. Ő lesz akkor József? Vagy? Ő lehet József, lehet Halász, lehet Zakeus, amilyen szerepet adunk neki. Arra mindig ügyelek, hogy egy készleten belül mindegyiknek más színű ruhája legyen, tehát hogy könnyen felismerhetők legyenek, mert zavaró lehet a gyerekeknek, hogyha... Meg is mutatom a kedves nézőknek, tehát ez a kedves zöld kockás ruhás alak végül is bármelyik férfit eljátszhatja a Bibliából. Igen, ez talán külön jó, nem, hogy a gyerekek beleképzelhetik azt, akit ők akarnak. Tehát, hogy azért annyira semlegesek a bábok, hát igen, meg a hogy a szereplő. Igen. Nagyon profi. Mennyi ideig tart például megvarni egy bábot? Hát ezt még nem számoltam sosem, mert mindig sorozatban készülnek, viszont egy készlethez már összeszámoltam, hogy különben körülbelül 70 féle különböző anyag kell, úgyhogy hát elég sok utána járás, amíg ugye akármilyen anyagot nem lehet használni, ezek természetes anyagok, mert akkor még ugye műszálak nem voltak, meg nyomott mintás anyagok sem voltak, úgyhogy igyekszem korhű anyagokat amennyire lehet beszerezni. Hát amennyi munka akkor ebbe benne lehet, ez tulajdonképpen azért ez is egy külön misszió. Tekinthetjük annak is, de én nagyon szeretem csinálni, úgyhogy én nem annak fogom fel. És akkor a gyermekeid csak ezzel játszanak például otthon? Hát nekem már 10 éves a legkisebb gyerekem. Akkor már nem. 26 a legnagyobb, úgyhogy nem. De ők is szeretik, és elbírálják, és fésülik őket, és segítenek. És itt lehet. Akkor, ha valaki ellátogat ide Mária Remetire, akkor ki is próbálhatja a standodnál a bábokat? Kipróbálhatja, igen, és rendelhet, mert most nem árusítok, csak bemutatom őket, igen. Nagyon szépen köszönjük. Júlia, hogy itt voltál velünk, és további jó munkát kívánunk neked. Köszönöm szépen.